Sziasztok, Foci vagyok, és szeretném bemutatni nektek a következő videómat az Armored Warfare világából. A megtekintéshez mindenkinek jó szórakozást kívánok. Mai napon a Stingray 10-6-os Light Horse kocsihoz szeretnék megmutatni nektek egy videót. Ez egy nem túl gyakran látott horse kocsi a 6-os randomban, nem annyira közkedvelt. Ennek elsősorban az az oka, hogy gyakorlatilag mindegyik T6-os Premium Light sok tekintetben jobb nála, és azok a jelentősen jobban is keresnek. A harckocsinak eszméletlen vékony páncélzata van, 35 mm homlok páncél, tehát gyakorlatilag az összes autóágyú átüt minket. Viszont a mozgékonysága elég jó, jó a csőlehajlása, és az ágyúja úgy gondolom, hogy egy light harckocsinak minden tekintetben kiváló. Állítólag hamarosan ennek ellenére még a lightokat általánosságban 6-ostól fölfelé buffolni fogják. Annyi baj legyen. Én úgy gondolom már most is egész jó, de ha még jobb lesz, az nem probléma. Na most látjuk, hogy oda át is elég sok lightjuk van, van még egy Stingray-jük, egy RDFLT-jük, 3 darab VFM-ük, ezen kívül a gyors járműek közül még van egy Baglight pancér és 2 VBL. Most ezen a nyílt pályán ezek a gyors járműek elég jól jönnek. A VFM-mel az a probléma, hogy szemből mi le tudunk róla pattanni, viszont ő nem fog rólunk, ha csak hihetetlen nagy szerencsénk nincs. És ő nyugodtan tud minket híttel is lőni, viszont nálunk a híttel a legtöbbször szemből nem üti át, hanem találunk egy gyenge pontot, mint mondjuk a vezető búvónyílás, akkor nem fog átmenni. Így ezekkel eléggé óvatosnak kell lennünk. Hát gyakorlatilag a játék célja, azt hiszem, a jó ágyút játékba hozzuk, távolságot tartsunk az ellenféltől, és ameddig lehet játékban is tartsuk ezt az ágyút. Ezen a pályán, erről az oldalról érdemes elfoglalni light horse kocsival a pálya közepét. Itt a szembe látható cső, mert látható a nagy dombon, ott a kő és a mellette található bokor környék, az kiválóan alkalmas arra, hogy kicsit előre merészkedünk, hogy a finomító mögé igyekvő MBT-k oldalát, hátát tudjuk lőni. Hál' Istennek jön mögé BMP és a Stingray 2, és így legalább nem leszünk teljesen egyedül, és akkor várjuk, hogy érkezzenek a nagyvasak. Figyelni kell, fent a dombon a pálmafák környékén szoktak kempelni. Jön egy Challenger 1, eltaláljuk, figyelni kell, mert csak a hátsó részét vittük át előtt, túl jól páncélozott. Második lövéssel nem gondoltam, hogy így gyorsul majd a Challenger, és mögé lőttem. Hát ez egy elég elhibázott lövés volt. Játszó további részében igyekszem ezt, hogy meggátam, látjuk, hogy fent a lövések jönnek. Az egyik valószínű helyre biztos odahúzunk egyet, és visszahúzódunk ide a kő mögé. Érkezett is a helyünkre lövés. A lövések után csökken jelentősen az álcánk, ezért nem árt, ha nem lövünk túlsokat ugyanarról a helyről. Várom, hogy esetleg lő nekem még. Egyelőre úgy sincs cél. Próbálom megkérni a saját artinkat, hogy mi lenne, ha megpróbálna esetleg oda egy spotot dobni. De ő erre nem nagyon tűnik hajlandónak, ő inkább a saját sebzésével foglalkozik, viszont ennek ellenére meglátom egy RDF-et, aki hihetetlen nagy szerencsére neós mozgással kibújt a lövésről, és mert betöltünk, beér a kő mögé. Próbálkozunk, lent mozog az a Challenger, hát meglátnánk a hátát. Felszpotolták a VF-emet, ő ott fent kempel. Neki azért oda köszönünk, hogy láss, hogy innen is figyelnek rá, mert tudjon olyan nyugodtan mozogni. Gyertéket is felszpotoltak ott. Viszont szóval, ő annyira kis, hogy csak a torna legtetején látszik, így nem látjuk. Azért adunk egy lövést, de esélytelen volt, hogy eltaláljuk. De ha nem próbálkozom egy egy-egy szerencsés lövésre, akkor soha nem fog bejönni. Nézzük a Challenger-t. Nem. És felszpotolnak az utásköd. Be a kő mögé, érkeznek is a lövések. És ismét látnak minket. Próbálnak a kő mögött maradni, és érkezik egy VB előszpotol. Tudatára vegyük, hogy nem örülünk a tevékenységének. Sajnos, mert betöltünk, elmegy. És a jobb oldalt, ahol eredetileg nem sokan mentek, most kompletten uralja az ellenfél, így igyekeznünk kell, hogy onnan ne kapjunk lövés. Azt próbálom ezt kis emelkedést használni. És látjuk, hogy egy VFM van ott, Centauro 120. Egy Stingray, Centauro 120, nem kellene, hogy eltaláljunk. Ez nagyon fáj. Ott a VFM. És látjuk, eltaláljuk a torony és a test között, és nincs átütés. Szóval a VFM páncélzott terén az egyetlen olyan light, ami problémás lehet. Ismét egy.
Ismét találat, ismét nincs átütés, ő viszont átüt. És hát innen menni kell, srácok. Dobunk nekik egy ködöt, bekapcsoljuk az engine booster, és akkor megpróbálunk elporolni a következő dombhajlat mögé, hogy egy kis távolságot nyerjünk, neked leálljunk folyamatosan két tűz alatt, és tudjunk dolgozni a jó csősüllyedésünkkel. Veszélyes, mert meglátnak, egy picit azért mozgatjuk is, és még átérünk, megint már csapódik is a lövés. Lejön rólunk a spot. Fordulunk. Látjuk, hogy mi csak 1116 sebzést tudtunk leadni, tehát eddig nem alakult túl szerencsésen a meccs. Viszont bízom benne, hogy ők ott lesznek olyan buták és állóharcok keverednek, holott most már de én pozíciónk se rossz. Jön ki, jön ki, jön ki. Viszont a másik szebben kijön, a T-72. Őnek jött. Volt ekkor szerencsén, hogy elkövett a szépet, meg is kellene halni. Hátul eltölt a motorterét, szerencsés lövés. Itt a VF-en ismét lehúzódik. A 72-est sikerül motorlövéssel továbbra is álvomorosztani. Még egyet neki. Vele megpróbált meglőni a VF-en, úgy gondoltam, hogy a T-72-es itt így is úgy is halott. És azért inkább a VF-en próbáljuk elűzni, de ő azt úgy értékelte, hogy rossz a pozíció és elmenekült, hogy jó döntés volt tőle. 12-11 még nem dőlt el semmi. Ismét egy VFM, ő viszont rossz helyen áll. Mint eltaláljuk hátul a motortér környékén. Behúzódik a kő mögé, lemér róla a spot, de nem megy odébb. Ez egy komoly hiba, ott még 3-46-ot. Látnak? Futás. Látjuk, hogy fent szentelenk meg ez a Baglife Panzer 57, ő spotolgat minket. Úgy jó lenne onnan meneszteni. Picit kijebb kell, hogy jöjjek. Eléljön oda is a csősüllyedésem. Ismét itt a Baglife Panzer, csak az orrát dugta fel, minket még nem látott. És úgy gondolom, hogy lesz olyan mód, hogy felnéz még egyszer spotolni. Így is van. Picit bátorságából visszavettünk. 11 halt, hát innen már lassan eldöntött ez a meccs. Viszont csak 1300 HP-nk van, tehát még nagyon jól húzni nem szabad. Nézzük, itt a srácok próbálkozni az állóharccal. Hopp, ott testvérünk, Stingray, ő kapott egy szépet. Kilövik, mire betöltök. 10-4. Megnézzük, hogy őt meg tudjuk még csapni. Sikerült. Betöltünk. Várjuk, hogy feljön még egyszer. Nem, hát menni kell 10-3. Menni kell, hogy még valaki bele tudjunk lőni. Itt a VBA, őt áttöltünk hétre. Hát viszont kivégzik. Mert csak két VF-en van, egy visszatöltünk páncéltőre, mert a hittel szemből rendkívül bizonytalan az átütés. Kár lenne most a meccségén kilövetni magunkat. Látjuk, már 4678 sebzésben járunk, és egyszer buktunk 360 HP-t. Ez eddig elég jó üzlet nekem. Tehát megyünk, ha nekem nincs átjáró, a raketek között én a szigetet fel kell egy levegőért, tűnne megfogad az ember. A Lighthouse-os is csak 10 másodpercig bírják, hogyha a test víz alatt van. Így át lehet érni. A sziget nélkül ez nem biztos, hogy belefér. Több, mint valószínűleg nem. Látjuk, hogy egyedül maradt ott a sarokból, visszahúzódik, és a házak közül próbál még lövni pár lövést. Rárontunk a engine boostomat, hogy elhasználhatjuk a 10 átkelés környékén. Kap még egy szépet. Jövünk fel rá, próbáljuk spotolni, és lehet, hogy meg is lőni. Felbukkanunk, a házak között figyelünk. Oladomunk egy lövést talál. Itt már ráteszünk az autószélzést, nem sok kérdés. Már nem tudtak igen közelről, és kilőjük. Gratulálok az ellenfélnek a jó játékhoz. Ez egy kedves gesztus. Sajnos kevesen űzik. És akkor nézzük, hogy mit sikerült összehozni a csatában. Ugye killünk nincsen, csak egy. Általán, mire betöltöttünk, a kis HP-s harcosok elhullottak. De úgy gondolom, hogy a sebzéssel elégedettek lehetünk, és a videó úgy gondolom, hogy mutatja, hogy egy light harcosok körül milyen stílusban lehet egy nyílt pályán eredményesen játszani. A VFM-mel lehet egy picit azért erősebben közel harc menni, ezzel a Stingray ellenére nem érdemes. Tehát itt gyakorlatilag semmi esély nincs annak, hogy akár csak egy BMW 2 5-ös szintű harckocsi a gépágyúval lepattanjon rólunk. És mire mi leadunk három lövést, addigra ő betölt,
kétszer, és valószínűleg kiépel minket. Itt látjuk, hogy kiket örvendeztek minden a meccs során, és 6 sebzés hozzájárulás első sebzésben messze, közel kétszer annyi, mint az ellenfél legjobbja, a Challenger 1, 4 spot és 5227 sebzés. Úgy gondolom, hogy ez a Stingray egy olyan eredmény, amit már meg lehet mutatni, és ezt a csapat kivételesen meg is nyertük. Hát nagyon szépen köszönöm a megtekintést, srácok, és a következő videóig. Sziasztok!